Szögeket azért raktam bele, mert féltem, nem fogja hozni a kellő eredményt. Végül is egy darab szög is elég. September 16-én este 22:36 a Terész körút négy feles sétál egy rendőr-járőr páros. A 23 éves Andirkó Szabina törzsőrmester, aki Békés Csabai lakosként ugyan nem mozog otthonosan a fővárosban, mégis mindenki ismeri. Ő a rendőrség toborzó kampányának arca, plakátokon látható szinte mindenhol. A másik járőr a 26 éves Vantara László, szintén törzsőrmester. Két járőr 22:36 és 15 másodperc körül a Terész körút 4 elé érnek, majd 3 másodperc múlva hatalmas robbanás rázza meg a Békés környéket. Akkor még üres üzlethelyiségben valami felrobbant, pont akkor, amikor a két rendőr az üzlethelyiség mellé ért. A két járőr súlyosan megsérült a detonáció következtében. A nő életveszélyes sérüléseket szenvedett, a kisagyába és szinte az egész testébe szövek fúródtak, az egyik lábán nyílt lábszárcsonttörés szenvedett, még a koponyája is megsérült. Társa, a rendőrpáros férfi tagja súlyos sérüléseket szenvedett el, neki a vastag bele, a lába, a mellkasa és a koponyája sérült. Mindkettőjük dobhártyája beszakadt. A férfi törzsőrmester nem vesztette el az eszméletét, pár másodperc múlva már a kezében volt a rádió és segítséget kért. Két percen belül rendőrök lepték el a Terész körutat, a két sérült rendőrt kórházba szállították, és elkezdődött a nyomozás. Hamar megállapították, hogy a bomba szöveket is tartalmazott. A rendőrökön talált sérülések és a szétszóródott szöveg a helyszínen erre utaltak. A robbanás elég mutatja az is, hogy az egyik szöget tett helytől 187 méterrel arrébb találtak meg a helyszínelők. A rendőrség begyűjtötte a környéken található térfigyelő kamerák videófelvételeit, majd egy rejtélyes felfedezésre bukkantak. A robbanás előtt a tett helyen több mint negyed óráig egy kb. 170 cm magas, 20-25 év közötti férfi látható, aki az elkövetés idején világos horgászkalapot, sötét vászoncsekit, kék farmer nadrágot és fehér sportcipőt viselt háttal egy táskával. A felvételen az látható, hogy egy világos kalapot viselő személy 22:18 megjelenik a Terész körút négy számnál az oktogon irányából, a bolt elé lép, majd fél perccel később elkezd az oktogon felé sétálni. 22:19 újra látható lesz, és az üzlethelyiség felé sétál, ahol egy percig feláll a járkága, majd 22:21 leteszi a táskáját. Később azonban újra felveszi, és belép a kirakat elé, 22:23 azonban már a táskája nélkül látható. Ezután egy 12 perces várkozás következik, miközben a bolt előtt sétálgat, 22:35 előveszi flakont, amelyből többször iszik is. 22:36 feltűnik a két rendőr, ekkor még iszik egy kortyot, és belép egy falnegyedésbe, hogy takarásba legyen. Nem sokkal ezután, miután odaérnek a bolt elé a rendőrök, megtörténik a detonáció. A robbanás után odalép a sérült rendőrökhöz, és mindenféle segítségnyújtás nélkül hidegvére elsétál mellettük, majd a kürt utca felé távozik. Ekkor kalapjától megszabadul, és kapucniával próbálja arcát takarni. A kis utca egy sötét szakaszán a feltűnő fehér cipőjét is egy sötétre cserélte, amit addig a szatyrában vitt. Onnét a Dob utca érintésével a Kertész utcán haladva eljutott a Dohány utcába, ahol felsőjét egy piros felsőre cserélte, majd a Blahalúzia téren látható, ahol egy szórakozó hely előtt nekiütközött egy biztonsági embernek, akitől elnézést kér. Blahalúzia tértől a nyomozók a Tűzoltó utcáig tudták követni a további útvonalát, ahol azonban szem elől tévesztették. A férfit az események előtt is megtalálták a kamerákon. Több mint 50 percig üldögélt egy padon egy mellett, később egy utcán sétált, majd a Terész körút és a Podmanicki utca sarkán található Prima üzletben látható, ahol vásárolt. A rendőrség ezen személy leírás alapján ismeretlen tettes ellen indított hajtóvadászatot 10 millió forintos nettó nyomrevezetői díja. Nem sokkal később felfedezték egy, a belügyminisztériumnak írt e-mailt, amiben egy ismeretlen ember feltehetőleg a robbantó pontos részleteket közölt egy bomba elkészítéséről és az elkövetés módjáról, később pedig arról ír, hogy 1 millió euróért cserébe nem fognak több robbantást végezni. A robbantás nem célunk. A robbantás csak egy eszköz a célunk eléréséhez. Ebből a trágyából akár több tonnásat is össze lehetne gyúrni. Több kockázatot, hogy mások ne sérüljek meg, nem fogunk vállalni. Időzítőt fogunk használni. Reméljük erre nem kerül sor. Mindössze 1 millió eurót kérünk. Ha fizettek, ígérjük, hogy legalább 2022-ig visszavonunk.
Ezt a levelet mi tettük cím mellett elküldve, és így is híresült el a sajtóban. A rendőrség nyomozását két nappal robbanás után szeptember 26-án a központi nyomozó főügyészség vette át több emberen hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés büntetének kísérlete miatt. Szeptember 30-án kisebb áttörést értek el a nyomozó hatóságok. Sikerült azonosítaniuk a pokolgép aktiválásához használt távirányítót. Erre utalhat az is, hogy vidéki címen tartottak házkutatást, mivel innen lett leadva egy rendelés erre a termékre a robbantás előtt pár hónappal. Ezen távirányító teljesen hétköznapi, garázskapu kinyitására alkalmas. Hatóságok először a 2006-ai szeptember 21-én történt budapesti zavargások résztvevői között kereste a tettest. Feltételezésük szerint az akkori rendőri túlkopásokban esetlegesen megsérült személy az akkori sérelmén akadt bosszút állni egy, szerzett a rendőrök ellen elkövetett támadással az eseménynek 10 éves évfordulóján. Vizsgálták azonban azt a szállat is, hogy egy volt rendőr követette le a robbantást, aki valamilyen oknál fogva haraggal vált meg az egyenruhásoktól. Később, október elején a Nemzeti Nyomozóiroda ezen ügyhöz kapcsolódva eljárást indított egy nő ellen, aki jelentős kárt okozó csalás kísérletével gyanúsítottak. A nő a 10 millió forint helyett 25 millió forintot követett az információkért cserébe e-mailen keresztül. A hatóságok azt feltételezték, hogy csak félre akart vezetni a nyomozást, azonban a nő nem ismerte el bűnösségét, arra hivatkozva, hogy több ismerős is hozzáfér az e-mail címéhez, és szerinte valamelyik barátja küldtette. Október 15-én nagy bizonyossággal meg tudták állapítani, hogy a robbantó egyedül vitte véghez a robbantást, ugyanis a hatóságok megtalálták és kihallgatták azt a férfit, aki gyanús viselkedésével keltette fel az érdeklődést a nyomozók számára. Céltalanul járt fel alá, a felvételek alapján oda matyagott valamit a tettesnek, és a rendőrökre is ránézett a robbantás előtt. Férfi azonban megalapozottnak bizonyuló alibivel tudott szolgálni, így a gyanú ellen alaptalan lett. Október 19-én reggel a Privát Kopu nevű online bűnügyi magazin cikket jelentetett meg, szerb állampolgárságú, magyarul kitűnően beszélő, korábban a rendőrség közelének szemültött férfiről banthatott a Terész körúton címmel. Ebben a cikkben kifejtik, hogy szerkesztőségüket egy korábban évekig fegyver és robbanó anyag csempészettel foglalkozó férfi kereste fel, aki azt állította, hogy 2002 körül találkozott a robbantóval, akit akkor a rendőrség együtt fedett nyomozója mutatott be neki. Portál közlése szerint az egykori bűnöző szerb állampolgárságú, de magyarul is kiválóan beszélő, Budapestet jól ismerő, a találkozó idei 23-25 éves férfi, aki arcberendezése és rendkívül érzelemmentes kommunikációja miatt maradt emlékezetes a bűnözőnek. A főszerkesztő később a pesti srácoknak elmondta, hogy természetesen a hatóságoknak sokkal több információt adott át. Azonban ez a nap másmiért is emlékezetes maradt. Több hírforrás is beszámolt arról, hogy a TEK emberei több akciót is tartottak országszerte, és elfogták a feltételezett robbantót. A hatóságok akkor még nem kommentáltak az eseményeket, és másnapra, október 20-ára sajtótájékoztatót hívtak össze. Ezen a napon az országos rendőrfőkapitányság, a központi nyomozó főügyészség és a terror elhárítási központ vezetőinek közös sajtótájékoztatóján aztán megerősítették. A TEK beavatkozó egységei az előző napon valóban a robbantás feltételezett elkövetőit fogták el, Keszhely területén a Csík Ferenc sétányon egy gépkocsiban. Később nyilvánosságra lett hozzá gyanúsított is. Pap László Gergely egy 23 éves büntetlen előéletű vidéki lakóhelyen rendelkező magyar állampolgár, aki fia annak a Pap Lászlónak, aki 2010 és 2011 között 7 hónapig az Zala vármegyei Karmacs polgármestere volt, mint független. Pap Lászlóhoz úgy jutottak el a rendőrök, hogy a bombát alattamozó táskán talált DNS mintát összevetették anya DNS mintájával, akiről úgy tudtak DNS mintát venni, hogy megszondáztatták. Pontos beszélni a gyerekkoráról, hiszen nagy részben köszönhető ennek az is, hogy ez a cselekmény megtörtént. Arra vonatkozó információt nem találtam, hogy pontosan mikor született, de ez 1994 körül lehet. Gyerekkora azonban nagyon borzalmas volt. A szülők házasság alig kezdődött el, már megszületett gyerekük, László. Apja nem tanúsított semmilyen példás szülői viselkedést, feleségét és gyerekét folyamatosan terrorizálta. Azonban 3 évvel később megszületett Dóra, László húga, és ekkor omlott meg végig a szülők kapcsolata. Az anyuka, Andrea, gyermekeivel elmenekült bántalmazó férje elől, és a nagyszülők házában húzódott meg. Ugyan őket látogatta idősebb Pap László, azonban a válásban nem tudott belenyugodni. Később két barátjával közösen elment a nagyszülői házhoz, ahonnan a két gyereket elrabolta és magával vitte. Ekkor Andrea még vissza tudta szerezni gyermekeit, később azonban apjuk megint elvitte őket, ezúttal Uruguayba síelés ürügyén. Több mint 5 évig voltak távol Magyarországtól, ezután a férfi hazahozta őket. Ekkor apjával nagyon megnyomott a kapcsolata. Egy idő után azonban érdeklődni kezdett a robbanószerek iránt. Többször végzett próbarobbantásokat a házához közeli erdőben, emellett egy tűzszerészi OK is tanfolyamot is elvégzett.
eset hatalmas média figyelmet kapott, hiszen ezelőtt 1996-ban történt ilyen cselekmény Magyarországon, így volt nyomás a hatóságokon. Férfi elkapása után nem volt hajlandó beszélni a rendőröknek, később azonban 2017. februárjában beismerő vallomást tett, lényegében elismerte a Teddy's körülti robbantás tettét. 2018-ban kezdődött el az eset tárgyalása. Mert a legelső tárgyalási napon Papp László visszamondta tanúvallomását, de ezt is felhasználták ellene, mint bizonyíték. Emellett ellene szóló bizonyítónak ítélték meg a DNS teszt eredményét, a házkutatás során talált bomba készítésre alkalmas eszközöket, a kamerafelvételeket, a távirányítós vásárlást és a gépére lefoglalt már elmentett mi tettük című e-mailt is. Szakértői vizsgálatok megalapították, hogy ugyan személyiségzavarban szenved, de ez nem kóros, így tárgyalásra alkalmasnak ítélték meg, már azonban bajos viselkedéséről tett a tanú bizonyságot. A tanúk vallomásait mosolyogva hallgatta végig, fejét többször lehajtotta a vádlottak padjára, ellenállt az őröknek, és egyszer mentőt is kellett hívni hozzá, mert a földre vetette magát, és nem volt hajlandó onnan felkelni. Arra a kérdésre, hogy miért tette meg a robbantást, nem tudott egyértelmű választ adni. Többször emlegette azt, hogy sokszor itt, hogy megfigyelik különböző kímek, az apja figyelteti meg, hogy a fejébe csippet ültettek és irányítják. A bíróság azonban ezekhez azt is hozzátette, hogy a két rendőr fegyverének ellopásával más bűncselekményt is végre akart hajtani. Többször kellett orvosi felügyelet alá helyezni Papp Lászlót, mivel sokszor nem volt hajlandó se enni, se inni, cellájában pedig őrjöngött. Ennek ellenére a sorozatos szakvélemények szerint tárgyalásra alkalmas alapokban volt, és az elsőfokú ítélet 2018. szeptemberében nem jogerősen kimondta. Papp László Gergely a 2016. szeptember 24-i Teddy's körúton történt robbantás vágyában hivatalos személy ellen elkövetett emberölési kísérlet és terrorcselekmény előkészítésében bűnös. Életfogytiglanig tartó büntetést kapott, amit fegyházfokozatban kellett volna letöltenie, feltételesen csak 25 év múlva szabadulhatott volna. Ezt a bíró avval indokolta, hogy megállapítása szerint ugyancsak előkészületi szakaszban volt a terrorcselekmény, ezért nem szokás életfogytiglanit adni, de a kivitelezés gátlástalansága és a megkérdőjelezhető időpont indokoltá teszi. Az ítéletlen a védelem és az ügyészség is fellebbezett. A védelem a büntetés csökkentéséért, az ügyészség a súlyosbításért, pontosabban a feltételes szabadlábra helyezés időpontjának megnevelésért nyújtott be kérvényt. Ügynek adott egy pikantériát, hogy az apa, Papp László, végig gyermekével ült a vádlottak padján, és hangoztatta, hogy fia ártatlan, nem bűnös, és ez csak egy koncepciós per, egy titkosszolgálati manőver. Ennek ellenére a másodfokú, de már jogerős ítélet 2019 márciusában meg is született. Ezek szerint Papp László Gergelyt már terrorcselekmény elkövetésében találták bűnösnek, nem terrorcselekmény előkészítésében, és 25 évről 30 évre változtatták a feltételes szabadlábra helyezést. A bíró perdöntő bizonyítéként emelte ki Papp László 2017-ben tett beismerő vallomását, beszámítható elmeállapotról szóló orvosi véleményeket, tárgyi bizonyítékokat és a Mi tettük című levél megírásának beismerését. Kihirdetés után Papp László börtönben 4 idegösszeomlás kapott, amit elszállították az igazságügyi megfigyelős elmegyógyító intézetbe, ahol ápolták. 2019. áprilisában egy hónappal a kórházba kerülés után visszaszállították Vácra, ahol a mai napig magánzárkában tölti büntetését folyamatos megfigyelés mellett. A két rendőr a gyors orvosi segítségnek köszönhetően túlélték sérüléseket, és ugyan maradandó halláskárosodást szenvedtek, de 2017. májusában az események után 8 hónappal már szolgálatra jelentkeztek. A bírók mindkét esetben kiemelték, hogy ha a támadó múlik, akkor mindkét rendőr már nem is lenne az élők sorában. Everybody say get jog, get grist out down. That's not for me. I went my way. I took that lease, stood on that desk, burnt that degree. I do for the facts, for the checks, for the chains, for the not me. I get that for free. You know we all.